Igazán vegyes összetételű csoport állt össze a Csevegő Nyelvstúdió intenzív nyelvi tanfolyamára. A Sátoraljaújhelyi Nyelviskola országosan is az első között van, amely csatlakozott az új Széchenyi terv támogatásával megvalósuló Tudásod a Jövő című programhoz. Ebben 100 000-en vehetnek részt, minimális önerő megfizetése mellett idegen nyelvi és informatikai képzésben 2014. augusztusáig. A tanulni vágyók motivációja sokféle, ám közös a cél, használható nyelvtudást szerezni, amit munkához, utazáshoz, kapcsolatteremtéshez használhatnak később. Régen szeretnék tanulni angolul, mert más nyelveket tanultam már, viszont úgy láttam, hogy az angolra van a legnagyobb szükség, bárhova elmegy a világba az ember, angolul általában beszélnek. Olasz tanultam egy pár évig, de azzal nem igazán boldog voltam. A kormány bruttó 90 000 forintos keretösszeggel támogatja a tanulni vágyók idegen nyelvi és informatikai képzését. A támogatás a költségek 95-98%-át fedezi. A hátrányos helyzetű kistérségből jelentkezőknek csak 2% önrészt kell befizetniük, a többieknek 5%-ot. A programra interneten keresztül lehet jelentkezni. Ugye indítunk kezdőt, aztán újra kezdőt, haladót és nyelvvizsga felkészítőt is. Tehát, hogyha tudni akarja a tudásszintjét, akkor a Csevegő weblapon talál egy online szint felmérőt. Ezt kitölti, és mi visszaküldjük neki az eredményt, és akkor levelezünk az ügyfelekkel, illetve hát a tanulókkal, és megírjuk neki, hogy melyik tanfolyamba regisztráljon. Tehát ezért fontos az, hogy a TÁMOP, Csevegő TÁMOP, és akkor biztos, hogy megfelelő helyre fog kerülni. A szervezők igyekeznek a jelentkezők igényeihez igazítani a képzések idejét. Akik már bejelentkeztek egy-egy kurzusra, 20%-ot hiányozhatnak az órákról, és a tanfolyam végén számot kell adniuk tudásukról. Ezen kívül mi azt vállaltuk föl, hogy a kis településekre is kivisszük helybe a tanfolyamokat, helyi tanárokkal szervezzük meg, őnekik az utazási költség plusz pénzbe kerülne, így viszont ezt sem kell kifizetniük. Sok településen vagyunk ott pillanatnyilag is, Pácin, Bodroghalom, Cikán, Nagyrozvágy, Pálháza, Tolcsva, és tervezzük további településeken is, ahol a 12 fő szükséges létszám összejön, ott meg fogjuk szervezni a tanfolyamokat. A kistérségben induló tanfolyamok önköltsége 1600 forint, ezért az összegért egy 80 órás nyelvtanfolyamot, tankönyvet és lehetőséget kap a tanuló arra, hogy tudását bővítse, javítsa elhelyezkedési esélyét a munkaerőpiacon.